életen keresztül, hogy végre bekerülj ennek a nagy csoportba. Na végre eljössz az idő, bekerültek a gyerekek a nagy csoportba, akkor a következő lépés, hogy most már mindenképpen iskolába szeretnének járni. És akkor így megy ez tovább, gyönyörűen végigjárják a szamálvétrát, eljutnak 8-ig. 8-ban aztán újabb vágy ébred bennük, szeretnének tovább lépni. Legyen az egy gimnázium, egy szakközépiskola, egy szakmunkásképző, minden esetre ki ebből az általános iskolából, ahol még picik is téblávolnak az ember lába között. Aztán eljuttok ebbe a középső rétegbe, ahol hirtelen megint úgy érzi az ember, hogy a fene egye meg, hát fölöttem még mindig vannak, elkezd törekedni fölfelé, igen ám, de hát ez megint évek kemény munkája, hogy az ember végre elérje a célt. Viszont ha már bejutott, akkor ezt meg kell ünnepelni. És ezt nem csak a gólyák ünneplik, hanem ünneplik ezt a tanulótársak, ünneplik ezt a tanárok, mert mire jó egy gólyabár végül is arra, hogy az osztályok megismerkedjenek egymással, nem csak a folyosón egymást löpdösve, vagy a kólát kiöntve a büfé előtt, hanem egy olyan bála alkalmával, ahol mindenki jól érzi magát, ahol fölkérhetem föltűnésmentesen a barátnőmet, aki a másik osztályba jár. És szeretnénk mindannyian jól érezni magunkat. Ti, a társaitok, és én nagyon örülök annak, hogy a szülők is eljöttek erre a gólyabára, hogy megismerkedjenek velünk, veletek, a szokásaitokkal, mert azért manapság nem egy mindennapi dolog, hogy tanulók és szülők együtt mulatnak, együtt báloznak és együtt próbálják jól érezni magukat. Én kívánok mindannyiótoknak kellemes estét, jó szórakozást, a továbbiakban jó eredményeket, és azt kívánom minden gólyának, hogy módonban legyen majd elbúcsúztatni benneteket 3 vagy 4 év múlva. És szeretném, ha most módunkban lenne mindannyiunknak megnézni a műsorokat, mert úgy tudom, hogy készültetek, és ez azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy öröm lesz. Tehát jó szórakozást kívánok mindenkinek, és akkor lássuk a műsort. Akkor köszönteném a szülőket, vendégeket és a kis gólyákat. Egy tapsot szeretnék kérni a gólyáknak. Átadnám a szót a főnökömnek. És pedig adottam számos zsűri tagokat, Szegya Márta, Róza Gyöngyi, a zsűri elnöket Tóth Attila tanár úr, Gonda Erzsébet, és Jaksa Tünde. Megkérném a nulladik trikótokat, hogy adják elő műsorokat. Köszönöm szépen! Mi is sok vagyunk, nem lopjuk a napot, nyakunkon a német tanulás. Elég
hivatalos bemutatkozását láthattuk, most nézzük, hogy mivel készült az első B-osztály. Elől mit ír a háttérem? Kis kiválasztás, hogy biztos iskolának.
napot Fedos. No, akkor rakjuk össze. Egy, kettő, három, négy, öt. Vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! Vendéglátósok! Osztály vigyázz! Balra áll! Yeah.
következik. Köszönöm, hogy
nem dobni, de hogy, még az se érti. Még azt is megkérdezte tőle, pedig hogy hívják? Na, mit akarik maga? Ötlemes fellám! Az mit jelent? Thank you.
hoztál el nekünk? Thank you.
szabott úr első helye. Töke István első C. Gyorsa István első B. Akkor még két osztályból kellene, hogy jöjjön valaki. Támoldás. Harisnyával a fejükön. Három úriembert megkérném, hogy... számít, hanem a technika is, hogy hogy vezetik a vonalvezetés. Thank you.
lába között. Hajrá, még időn belül van. Szélegyenesben, én tudom, hogy elszínűleg biztatást kérünk szépen. Mindjárt előtt! Ez így van! Megvan! 54 másodperc. 54 másodperc. A következő műsorszámhoz fejenként két-két ember kérünk. Fog kiválasztani a kolléganőrünk, Szilvike. Egy fiút és egy lányt. Kódisan megkérjük, hogy fáradjunk a színpadon.
Különdíj az
abból áll, hogy felülhet a zsűri elnök bicikliére. Kint a rózsalugas mellett ott van. Na, tehát akkor a... Talán hátulról kezdve mondanám az eredményeket. Az első D-osztály 27 ponttal végzett. A megtisztelő 5. helyen. A 4. helyen az első E-osztály 38 ponttal. Majd már dobogós helyen az első C-osztály 39 ponttal. Második helyen a nulladik ifó 57 ponttal. És értelemszerűen első helyen az első B-osztály 64 ponttal. Az osztály megbízottat kérem, hogy vegye át a jutalmat. Betartjuk. A következő törvényeket szótlanul, tiszteletudóan betartjuk.
visszatérnék az első táncra. Sziasztok, hogy tetszik a gólyabán? Hú, hát elég jó, csak kicsit erős. És neked? Én zene, az a baj. Hogy ízlett a vacsora? Hát kicsit vak volt. Igénytelen valami volt, mert ilyen ekkora darab húsok nem volt kikloffa, ilyen... Meg láncfűrészet tudtam csak elvágni a húst, olyan... Nem lehetett elvágni az a játékkéssel, amit adtak hozzá. Kivel táncoltatok a nyitó táncon az élet zenéjén? Hát még eddig nem tudom. Senkivel. Mi volt a kérdés? Kivel táncoltatok a nyitó zenén? Nem jó zene, nem jó zene. Volt már a nyitó tánc. Meg, az elején meg volt, ha nem vetétek volna észre. Nem hallottam. Köszi. Olyan bár ma este. Jó, nagyon jó a hangulat. Hogy tetszett az étel, amit kaptatok, a frissen meleg forró étel? Hát finom volt. Kicsit bővebben. Nagyon finom volt, de különben. Különben az én véleményem szerint, szóval jobbra számítottam. És neked hogy tetszik a hangulat? A hangulat az nagyon tetszik. Első két számot végig táncoltam, már ezek után csak nagyon tetszett. Ezek szerint a nyitó táncol is részt vettél, kivel táncoltál? Gulyás Győző tanár úrra. És te? Én nem táncoltam még senkivel, majd megyek, nem sokan. Meddig maradtok? Én végig, szerintem. És te? Végig. A jó mulatást. Köszönjük. Szépen.